Negyedszer is Krivács András került az idén 50 éves jubileumát ünneplő Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség élére. A Szabolcs-megyei szakember így újabb 2 évre kapott megbízatást. Köszöntöm a stúdióban Krivács Andrásot, és gratulálok ehhez az újabb bizalomhoz. Köszönöm szépen. Merre halad a magyar gasztronómia, hiszen ha már negyedik alkalom, akkor nyilván van egy múlt, és egy jó kis rálátás erre a területre. Igen, hát én úgy gondolom, hogy semmiféleképpen nem hátrafelé mozdultunk meg, hanem előre. Mert pedig azért, mert 2012-ben, hogyha így visszagondolok az első ciklusnak a megkezdésére, és körbenéztünk az ország gasztrotérképén, vagy körbenéztünk az ország éttermeiben, vagy éppen a közétkeztetésben, akkor voltak nagyon nagy hiányosságok. Időközben elindult egy ilyen nagyon csúnya szóval élvezi gasztroforradalom, amelyet én nagyon nem szeretek, ugyanis a kultúra, a gasztronómia, meg a forradalom az egy picikét úgy eltér egymástól, de hogyha így nevezik a szakemberik, akkor legyen gasztroforradalom, amely sok mindent kiköszörült ebből a rendszerből, a régi rendszerből, amelyet kaptunk saját magunk örökségétől, és folyamatosan azt hangoztattuk, hogy a magyar gasztronómia világhírű, mi vagyunk a legjobbak Európában, mi vagyunk a legjobbak a világon. Hát ez a mondani való, hogy ez az elv, ez megdőlt 2012-ben, és én azért lehetek hálás így a sorsnak, hogy nem nekünk kellett ezt kimondani, hanem az előttünk lévő 1-2 évben már ez kimondatott. És onnantól kezdve jöttek az újabbnál újabb és a jobbnál jobb technológiai folyamatok. Nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy az emberiség is fejlődik, nem is picit, a technológia még jobban fejlődik. Hát ez a tudományág, hogyha lehet így zárójelben nevezni, a gasztronómia, és ugyanilyen nagy robbanással fejlődött az elmúlt 5 évben, 6 évben. Ha azt nézzük, hogy az elmúlt 10 évben eljutottunk a Holdra, vagy a Marsra például, ugyanígy 10 évvel ezelőtt egy betárcsázós internetünk volt, amit vártunk, hogy vagy ad a modem jelet, vagy nem. Hát a gasztrotechnológiában, vagy a technológiai folyamatokban egy ugyanekkora robbanás volt az elmúlt 4-5-6 évben. És a kollégák nagyon jól fordultak, nagyon jól vették ezeket az akadályokat, és a magyar konyha is kezdje megtalálni azt a helyét a 21. század gasztronómiájába, amelyet el kell, hogy majd foglaljon. Én nem azt mondom, mi vagyunk a legjobbak, de törekszünk arra, hogy elfoglaljuk méltó helyünket picike országként, de minden meghatározóbb szerepet szeretnénk ebből kicsípni a Európa térképén. Egészen új elvárásoknak kell megfelelni az elmúlt években a gasztronómiának, azt gondolom, kezdve a tudományos kutatások legújabb eredményeitől, az egészségügyi, tehát az egészséges ételek irányába való elmozdulásnak, és hát az az érdekes helyzet alakult itt most ki, hogy tulajdonképpen mindkét megelőző témán kapcsolódik akár a gasztronómiához, hiszen az alapanyag, a minőségi élelmiszer alapanyag az a kiindulás. Igen, nagyon sokat segít nekünk az, hogy egy nagyon jó gasztronómiánk legyen, hogyha nagyon jó mezőgazdaságunk. De hát mit érünk mi ezzel, hogyha nincsenek kellőképpen felkészített szakemberek, és az oktatás nem követi ugyanezt a metódust. Örömmel hallgattam végig az előző beszélgetéseket, és azt tapasztaltam itt elmondva is, amelyet az élet bármely területén tapasztalok, hogy a munkaerőhiány agyoncsapja egyik oldalon a mezőgazdaságot, de ugyanúgy bünteti a gasztronómiával, a turizmussal, vendéglátással, szállodával foglalkozó cégeket is. Mi is azért küzdünk, hogy azok a szakemberek, akik megtanulták a turizmus, vendéglátás csínyát, bínyát, belenőttek ebbe a rendszerbe, ők ne menjenek el Nyugat-Európába, ők ne vándoroljanak el, de hogyha ezt teszik, akkor rá fogunk tenni a következő 2 évben mindent, és hát nem csak én, hanem a kollégáim is megtesznek mindent, hogy ezek a kollégák még nagyobb tudással felvértezve jöjjenek vissza, és adják át az ott megszerzett tudást és tapasztalatot az itt maradt kollégáiknak, és akkor mindenki jól jár. Én úgy gondolom, hogy vállalkozóként is, és nem csak a Gasztronómiai Szövetségnek az elnökeként, nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hanem bárhol járva az országba, a vendéglátósoknak a nagyon nagy része felkészült arra, hogy visszafogadjuk azokat a kollégákat, akik vissza szeretnének jönni, tárt karokkal várjuk. Technológiában felkészültek az éttermek. Most már egy magára valamit adó étterem vagy vendéglátó egység olyan technikai és technológiai háttérrel rendelkezik, amely nem azt mondom, hogy megcsúfolja Nyugat-Európa bármely éttermét, de simán föl tudja venni a versenyt, és most már nem csak az éttermek, hanem a közétkeztetők is ugyanezt tudják magukról mondani. Hol tartanak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vendéglátók, az éttermek, a szállodák? Országos viszonylatban fel tudják venni a versenyt?
Úgy gondolom, hogy igen. Budapesti kollégáimnak szintén el szoktam mondani, hogy van egy tábla, amely piros szalaggal át van húzva, és rá van írva, hogy Budapest. Ha ott kimegyünk, és egészen az M3-asnak a végéig jövünk, akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mérteni közepére a nyírségkelős közepébe érkezünk, ahol a zöldségeknek és a gyümölcsöknek van íze, a levegőnek van illata. Nagyon nagy előnye a megyének a kiváló mezőgazdaság, és én köszönöm a mezőgazdászoknak azt a technológiai boomot, amelyet átéltek, és megpróbálnak valóban minőségi alapanyagokkal ellátni nem csak minket, hanem akár a külpiacainkat is, és ezzel öregbítve nem csak a magyar mezőgazdaságnak a szerepét, hanem a magyar gasztronómiát is. Sokkal-sokkal több olyan dologhoz tudunk hozzányúlni, akár egy 40-50 kilométeres sugarú körben, hogyha itt a mangalicára visszatekintek, vagy a tanyasi csirkére, vagy éppen a kecske sajtra, a tejre, a kiváló tejre, a zöldségekre, gyümölcsökre, és ki kell sétálnunk a kertbe, vagy ki kell sétálnunk egy nagyon jó mezőgazdászhoz, meg kell vele beszélnünk, hogy mit szeretnénk a portfóliumba, és ők a legjobb tudásokat fogják beletenni, és az a nagyon jó íz, amelyről itt a első riportban szó volt, az a nagyon jó íz, ez visszaköszön az éttermeknek az asztalain, és mi prezentálhatná jobban a magyar mezőgazdaságot, mint egy kiváló étterem. Én úgy gondolom, hogy a magyar gasztronómiát az egyik legjobban prezentálni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tudja. Fejlődött az utóbbi években az étterem látogatási kultúra vagy kedv, növekedést tapasztalható? Mert ez elég nehéz kimozdítani a szabolcsi embereket otthonról. Én ezt nem így gondolom. Mindenféleképpen igen. Ez is egy olyan kérdéskör, amelyet lehet, ha jobbról nézem, akkor így látom, hogy ha balról nézem, akkor így látom. A szép kártyának a egyre nagyobb térhódításával egyre többen járnak étterembe. Ezt köszönjük a kormányzatnak, ezt a segítséget, amelyet a magyar gasztronómia kap, illetve a szállodák, ugyanis három zseb van ezen a szép kártya zsebben, amelyet különböző célokra költhetnek el. Rengetegen használják a szép kártyát. Ezzel természetesen egyenes arányban nő az étterembe, a szállodákba, a wellness-szegbe, a szépségszalonokban járó vendégeknek a száma. Egyre több családi rendezvényt tartanak étteremben. Itt az ovis ballagástól egészen a esküvőkön keresztül a különböző névnapi vagy születésnapi zsúrokat. Újra visszatérnek az éttermekbe a meetingek, újra visszatérnek a szállodákba, pláne kimondottan a konferencia szállodákba, azok a meetingek, amelyeket azért tartanak, hogy egy úgynevezett brainstormingot tartsanak a kollégáknak. A magyar turizmus 18-20%-ot nőtt az elmúlt ciklusban, az elmúlt években. A 2030-ig lévő fejlesztési stratégiának része, hogy a közel 50 millió vendégéjszaka és egy olyan 16-18%-os szelet vagy torta kiszakítása a magyar GDP-ből. Úgy gondolom, hogy ez a megye kellőképpen bele fog állni. Rengeteg új szálláshely jöhet létre, az éttermeknek a kínálata megújult, és én köszönöm a kollégáknak, hogy felvették ezt a harcot, és ők is beleálltak a forradalom azon oldalába, ahol nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, hanem egy picit nagykövetként Magyarországot is tudjuk prezentálni a vendégeknek. A Gasztronómiai Szövetség a képzésben bele tud állni, tehát kiveszi a részét a szakképzett munkaerő képzésében? Bele bizony, hogy vele is szeretnénk. Egy teljesen új alelnöki pozíciót is, illetve struktúrát hoztunk létre most az új választáson a múlt héten. Oktatásért és szakképzésért felelős alelnöki segíti a munkánkat. Ez kimondottan azért van, ugyanis segítő szándékkal szeretnénk hozzányúlni. Az oktatásnak azon pontjaihoz, azokhoz a részeihez, amely a nem megfelelő képzés kategóriát mutatja felénk, illetve olyan oktatásanyagokat, idézősen oktatásanyagokat szeretnénk letenni az asztalra, akár videóblogok formájába, hogy minél több szakmabeli hozzá tudjon jutni. Ezek ingyenes anyagok, amelynek a forgatását a napokban fogjuk kezdeni cukrász, szakács, pék, felszolgálói szintéren. Tavaly megindult egy nagyon komoly munka, kimondottan a felszolgálókat segítjük hozzá az új tudáshoz, videóanyagot, könyvet, illetve helyszíni
továbbképzést 6 vagy 7 megyében a megyeszékhelyeken tartottak kollégáink, amely nagyon nagy létszámban vettek részt szakoktatók. Szeretnénk bentartani a rendszerbe a diákokat, szeretnénk olyan ismeretanyagokat átadni nekik, amelyről tényleg az szólna, amelyet megalkottunk egy pár ciklussal ezelőtt, hogy a tegnapról is szól, de mégis a máról és a jövő felé mutat. Egy olyan oktatási tematikát, amelyet a kollégák önzetlenül tesznek a szakma kezébe, és azért, hogy a magyar gasztronómia elfoglalja újra azt a helyét a világban, amelyre hivatott. Ez nagyon-nagyon fontos. Még egyszer gratulálunk, és köszönjük, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm szépen.